De végül is mindegy, mert abban az időszakban, amikor az a Libanc ott volt az utcán, akkoriban én sem voltam. De hát ő egy anya. Ő egy anya. Ha igaz. Aki, ki tudja, mit akar. Aki bújtott, neveli a gyereket. Nem, nem vagyok én ebben biztos, nem. Nem, nem, nem. Akar tőle pénzt, nevet, lehet. Jogdíjat, vagy apasági pert, vagy nem tudom, eltartást. Semmit elhúzott. Elment. Azt mondta, nagyon köszöni, nagyon hálás, lett egy gyönyörű gyereke, és ő most elmegy. Nem tudom, hova. Tehát továbbra is feledésbe merülhet ez a dolog, de ti ketten ezt meg tudtok beszélni. De mégis, te haragszol arra a nőre? Arra a nőre nagyon. Mi, ki az? Mi az? Felmenni valahova? Mi van itt? Semmi. Ja, tényleg. Ha csak. Hát ha csak, nincs valami oka arra, hogy hát most éppen szembe jött be, vagy valahonnan oda csöppentél. Igen? Hogy? Hogy történt? Egy pasi. Maga a dolog? Nem, hogy látta? Hát az utcán mentem, és ő nekem jött, kiesett a kezemben a telefon, és én így mondtam, hogy nem kell segíteni, meg annyira nyomult, hogy nem, mert hogy nézzük meg, hogy el, hogy tölte még, hogy menjünk föl. Dugjuk fel a telefont töltőre, és valahogy így úgy esett a dolog, hogy földöttük. És működött. Aztán meg. Na mindegy, én nem akarok erről beszélni igazából. Tehát nem úgy szerelem. Nem, de hogy volt Istenem, nem is tetszett Jézusom. Hogy nézett ki? Szörnyű volt. Nem volt viszony, soha többet nem történt meg, egyszer megtörtént. Jó, de nem egy hatlövetű puskát szorítottak a halántékodhoz, azért. De mondom, akkoriban velem is, tehát én azt tudom, azt az időszakot. Igen, nagyon rossz volt. Az durva volt, az nagyon durva volt, mert akkor készültem mindenféle projektekre, amik befulladtak. És tudom, hogy akkor én eltartó voltam vele. Akkor nagyon hideg volt. Hideg voltam, illetve hogy nem igazán. Semmi baj, én nem volt? Mivel búcsúzott ez a lány? Hogy ő elmegy és elviszi a gyereket. Elmegy hova, minek ki? Nem tudom, hogy valami biztos, remélem, külföldre. Igen. Nem hiszem, hogy visszajönnek. Meg amúgy is veszünk egy új ágyat, mert ez már kényelmetlen. Hogy ne is emlékeztessen? Hát nincs mire. Nem az ágyon történt, bazzeg! Ne haragudjatok, azért nem az ágyon történt. Nem, mert ez nem az a szint. Nem, ez amúgy is az érett, és talán ezzel, hogy veszünk egy új ágyat, akkor a kicsi is megnyugszik. És... Na jó. Megbocsátja magának. Ezt az egészet. Na most egy kicsit kilépek a szerepből. Szerintem az egy jó információ volt, amit kihagytatok. Igen, és közben azért hajoltam előre. Meg. Azt mondja, hogy nem kell rám hallgatni, mindig azért ideültem, elolvashattad volna a papírt. Szóval ez úgy van, hogy én megírom ugye egy oldalban az összes jelenetet, és az előadás előtt egy órával ezt én elmondom, hogy mi lesz. Nem az a lényeg. A barátnőt nem magyaráztátok meg. Igen. Jó, hát most. Ami viszont legalizálja azt, hogy most ő volt a... Elmondom, most akkor jó, oké, tehát tényleg most akkor tiszta vizet fogunk menteni. És akkor a pácienseim hirtelen a fejükhöz kaptak, és azt mondták, Juli, majdnem mindent elmondtuk neked, amit akartunk, de van egy kis apróság. Egyébként, és ez volt az, ami egyébként Évát aztán tényleg teljesen megnyugtatta, és azóta nem beszegszünk elből. Szóval ez a lány valószínűleg leszbikus volt, és egy barátnője állt a kislánnyal. Tehát akivel együtt nevelgetik a te gyerekedet? Igen, de én nem akarok erről tudni, nekem ez semmi közöm ahhoz a gyerekhez. Tehát ő nem követel, ő nem kér semmit. Nem, ő boldogan él egy nővel, gondolom. 3 éve. Tehát, hogy akkor te voltál az... Az áldozat, mondjuk. Hát csak egy férfi tud így. Én voltam a fasz. Jó,
Az, akire ráugrott. Igen, most igen. Tudod, hogy a főnevek közül melyiket használ. Hogy ez tényleg igaz? Amit mondjuk nem. Nem úgy, nem az a rész, amit... De én beleírtam, hogy ez igaz. Az biztos, hogy igaz. Hanem most így követve, most szituáció. Tehát, hogyha... Tehát az én kedves vállalat nem hazudik, az biztos, azt értem. Persze. Persze. Ha ez a nő... De akkor azt a nőt? Nem, most jövök elő, abban mi van? Látod, most lassan megértő lesz. Meg most értem. Csak rá, nehezebb lenne. Hogy ez a nő lehet, hogy azért ugrott rád vadul, pocsék módon, mint egy ribanc. Miért? De mi bánc, aki lefekszik valaki? Szeretett volna egy kisbabát. De úgy, hogy csak ő a lányokat szereti, mit tehetett volna? Na, itt van egy teljesen épegészséges, rendes gyerek. Rendes gyerek, és ezt ő kihasználta. Megérezte rajta azt a nyomást, hogy neki most itt van, nem biztos, hogy minden rendben van. Megérezte? Ez most nem mindegy, nem a lelkét akarta? Hát, de hogy ahhoz, amit akarta hozzájusson, ott volt egy ember, aki odafigyel, összeszedte a holmiát a földről. Az kedvesség. Itt volt, az, és a... akkor ez már genetikailag megfelelő, hogy mi ez, hogy jön össze? Azt mondom, semmi, hogy akkor ez egy olyan... jóképű, egészséges srác. De én nem így gondolom, hogy ez volt az alapja. Na de. Na de, mi más? Mert ez természetes, ez mindenki látja, hogy ő azért nem akár. Jó? Nem, hanem, hogy most megpróbálok olyan szinten most pozitív lenni, és az én életemben most ez egy ilyen időszak, hogy azért látod meg, hogy a Joe kapcsán is azért sokat változtam. Tehát, hogy a pozitív akarok lenni, hogy baj van? Nem. Hogy akkor ez a nő tulajdonképpen ebben, tehát neki most jobb, az én párom ehhez hozzájárult, és én akkor nem akarok rá haragudni, de... Teljesen jókat mondom ezt. Jókat mondom. Mostanában egyébként jókat mondom. Én is érzem. Szóval azért, igen. De egyéb iránt, hogyha, most ez csak ott teljesen történettől függetlenül, tehát ettől a közös gyümölcstől. Tehát ettől függetlenül, ha csak úgy egy nő, egy férfival, egy alkalmi viszony létesít, mondjuk a konyhába, ugye, mert mégse a nászágyon, akkor az miért, azt miért kell te kurvázni? Most komolyan kérdezik. Ezt én értem. Kérdezzük meg a közösséget. Nyomják meg a kék gombot! Tessék! Nem válaszol. Szóval nem tudom, biztos én vagyok ilyen extra toleráns, de én nem, tehát én ezt nem gondolom. És különben is most azt nem fogom mondani, hogy tegye fel a kezét, aki még soha alkalmival, soha egyszer sem, még rá se. Mondjad. Hogy? Nem értem, hogy mondjad, hogy mire gondolsz? Hát a másik nő az konkurenciát jelent. Ha mondjuk a feleségnek? Igen. Hát meg az összes többi, bocsánat. Hát mindig minden nő. Hát ha úgy fogalmazol, hogy potenciálisan, pláne egy potenciális férje, potenciálisan az összes nő egyfajta lehetőség. Vagy élsz vele, vagy nem. Tehát miért a nő tehet rólad? Tehát én most ezt nem értem. És egyáltalán ki, miért, tehát hogy miért keresünk itt valami bűnöst? Tehát én nem tudom. Hogy felmentse a pályát. Ja! Úristen, erre nem gondoltam. Ja! Tehát, hogy akkor ő kevésbé... És akkor mondhatunk itt is. Nem kell haragudnia. Akkor a pályára nem kell haragudnia. Mert ezek a nők olyanok, hogy akkor itt rácsábulnak. Nem ismerem meg, stb. Stb. Az majd ő elviszi a balhit. Tudod, mennyi munkám volt? Na jó, már erre tényleg hát nem más nem is hitte volna el. Ha. Na jó, még annyit szeretnék mondani, hogy azt értékeljétek, hogy ilyenkor nem a Botos Éva mondja azt, amit a Botos Éva gondol, bár hát ezt nem tudjuk most lecsekkolni, hanem annak a szerepnek a nevében mondja a Botos, hogy
hogy ő mit gondol arról az emberről, aki majd így reagál erre. Most nem tudom, hogy mennyire... Azt mondom, hogy igazából általában is én írok karaktereket, szituációkat, színész eljátsza. Oké. De az, amikor egy terápiás helyzetben annak a nevébe kell beszélni, szerintem az különösen nagy teljesítmény, vagy én legalábbis értékelni szoktam részemről. Na, akkor azt mondja, haladhatunk. Jó, van még, igen, két jelenet, meg közt egy kis pszichológus. A következő jelenetben egy iskolában vagyunk, általános iskola, 8. osztály, már önmagában, ha ezt a helyzetet így bekonferálom, nem tudom, hogy kit kell sajnálni. Azokat, akik oda járnak a 8. osztályba, iskolába, és akiknek most Margó néni fog órát tartani, vagy Margó nénit, akinek szembe kell állnia, hát egy ilyen, nem is tudom, egyszer, mert ugye én is legalább 10 évig dolgoztam iskolában, egyszer azt mondta egy értekezleten az egyik tanár, hogy te bemész az oroszlán kettőzbe. Vagy a, nem tudom, ilyeneket mondod, te bemész az állatok közé, az osztály, hát az valami állatokból áll. Szóval, becsöngettek! 8. mély csönd! Na, mi ez a nyugalom? Mi van? Papír elő, mi van? Tessék, tolj, gyorsan kezdődik a kémiai reakciók csoportosítása dolgozat. Jó? Rendben van. Igen? Akkor tudjátok nagyon jól, akkor külön sorba kell leírni, aztán pedig a táblához kihozni. Egyesével. Ne beszélj! Köszönöm. Na, akkor... Tomika? Semmi. Tomika, ne korásszál, drágám? Júcsika, arra. Na, akkor elkezdhetjük? Tomika, elkezdhetjük? Igen. Hány percet késtél? Nem hallottad a csengőt? Bocsánat, csak nem, bocsánat, mondja, hány percet késtél? 15. 15 percet késtél, Tomika. Többiek miért ülnek be? Parancsolsz, drágám! Hozzájuk nem jött reggel a gázszerelő, és anyu, nem én magam miatt késtünk el, hanem anyuék ott bénáztak, és... Anyukádék bénáztak? Igen. Mi közöd neked ahhoz? Gyerek vagy itt a helyed? Hány éves, hogy 15? 8. 15? Anyukádék ne bénázzanak. Költsék arra sok-sok kis pénzüket, hogy te ne bénázzál. Tanárnő. Tessék szívem, maradj csöndben, rendben van. Osztály nyugodjon meg, sírjon már valat. Tessék, ott van fönn a táblán, ott a kérdés. Logikusan meglátod, leírod a választ. Mi a gond? Miért nézel rám így? Tessék, írjad le. Fogjad a szemüzet, írjad le. Ne jelentkezz. Csak szeretném megmondani a tanárnőnek, hogy miért késtem, és nem azért késtem, mert... Nem érdekel engem a késésednek a nagyon nemes története, hanem azt szeretném tőled kérni, hogy ne demonstráld itt az anyagi helyzetedet, érezd szíved. De nem demonstrálom, tanár. Egy pedagógus előtt? Mennyit keres egy pedagógus? Ne gyere nekem ilyen ruhákba, meg ilyen mobilokba be. Elkésve 15 percet érezd rá a gyerekem. Ne nyúlj oda, ne hozd elő, ne mutogasd anyukádék pénzét. Nem mutogatom, tanárnő, most teszem el. Na, mondd meg a kémia, akkor eltetted, rendben van. Tudod a feladatot? Írjad a feladatot. Miért baszogat? Nem baszogatlak, szívem, az egész osztály tudja nagyon jól, hogy miből van mi. Na jó. Ne menj ki, ha Istenem, akkor dupla egyes, 3-1-es. Bekaphatja! De azt persze még ráadásul, a szüleid is bekaphatják, drága gyermekem. Hát, a maguk mondják. Kicsit kiélesítve. De volt ilyen. Várjunk, most akkor elmondod itt civilbe, vagy rögtön megyünk tovább. Tessék. Te mindenkit érdekel. Szabó Timmer, Tomika. Igen, nagyon sok iskolát fogyasztottam. Ezek közt jó szerével gimnáziumok voltak, nem voltam egy mintagyerek, nagyon nem érdekelt semmi, ami nem... De még az irodalomból is buktam, szóval nem, azt sem mondhatom, hogy csak az irodalom. Voltam egy ilyen amatőr színjátszó körben 15 évesen pont,
És a drámatagozatos iskola Kaposváron, ahova jártam, ott mindenkit szerettek, csak azt nem, aki a drámával úgy igazán foglalkozik, és nem simul be az általános közegbe. És 2000-ben emlékeztek téged, tegeznek te téged. Hogy volt ez a körkapcsolás az M1-en, jubileumi, szilveszter, nem? Nincs meg 2000-ben. Az ország több városából volt az M1-re. És akkor én is ott éppen énekeltem kabarét, és más... Persze, hát a Kaposvári főt, igen, mert mondtam, hogy színtársadó, és akkor a Kaposvári Csiki Gergely Színház, meg ami társadalom, azok együtt csináltak egy szilveszteri műsort a Kossuth téren, és akkor az benn volt az M1-en pont én, és amikor mentem legközelebb iskolába, akkor az igazgatónő tartotta azt hiszem a kémiát, vagy nem tudom, hogy, és akkor úgy kezdődött, hogy egyes, és aztán én magántanuló lettem, és mindegy, ez nagyon hosszú, a lényeg, hogy tök indokolatlanul engem kirúgtak, de aztán vissza kellett venniük, mert hogy jogtalan volt a kirúgásom, mert magántanulóként nyugodtan ülhettem én a kocsmába azt a fogok, hogy jött a fizika tanár, mert a többiek lógtak, na mindegy, és akkor engem is ebbe vették bele. De engem egyedül rúgtak ki, meg engem nagyon utáltak, és akkor apám fellebbezett, visszavettek, és akkor effektíveiként egy ilyen volt, hogy be kellett üljek az órára, és hát első padba így ültem a visszavett diák, és hát akkor már tudtam, hogy a köve másik gimnáziumban apám már elintéztem, mert ott az igazgató a haveri volt, hogy átvegyenek. Egy kis Roldi! És akkor így néztem az igazgatónőt, a képtől a kémiáról beszélt, és hát már roppant szórakoztató volt az az egy hét, és aztán mentem a másik, ja, mert egy hatosztályosból eltemácsoltak, akkor mentem ide a drámatagozatba, onnan kirúgtak, meg is buktattak, ezért évet vesztettem, és a következő gimnáziumomban meg nagyon szerették a tanárnők, hogy októberi műsorok, vagy ezek a nagy ünnepségeken szavaltam, meg énekeltem, és akkor igazából az érettségim az úgy ment, hogy amíg én repülőt hajtogattam, addig József Attilát elmondta az irodalomtanárnak, kaptam egy ötöst, mert akkor viszont már fölvettek a főiskolára, és akkor a matek érettségem is, és minden így ment, nagyon szerettek. És megint az jön, hogy ő volt az áldozat. Ez tényleg az volt, hogy áldozat voltam, mert